A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Újra kaphatóak a székesfehérvári püspök sörei és egy új termékkel, sörpárlattal bővült a kínálat. A Barátok kávézóban mutatták be a székesfehérvári egyházmegye különleges termékeit. Rendhagyó módon Nagy Péter színművész tolmácsolásában Prohászka Ottokár püspök gondolataival kezdődött a Barátok kávézóban megrendezett találkozó, ahol a székesfehérvári püspök sörei mellett egy új termékkel, egy sörpárlattal bővült a kínálat. A hatalom divatja. 1898. És ha már tücskökkel és copfokkal hoztam összeköttetésbe az eszméket, hadd hasonlítsam össze még a sörös üveggel és a modern szellemi életet. Mihelyt a dugó, azaz a jelszavak kipattannak az üvegből, a habzó folyadék kifut és eláraszt mindent. Szóval az igazság és meggondoltság forradalma kész. A székesfehérvári egyházmegye különleges termékei, a Szent Imre, a Szent Gellért és a Prépos sörök már 2015 óta kaphatóak, de most egy igazán exkluzív termékkel, a Prépos sörből készült sörpárlattal bővült a kínálat. Úgy gondolom, hogy egy fontos lépés, egy jelentős lépés ez a gasztronómia iránt érdeklődők esetében, személyükre, hiszen egy olyan terméket tudunk kínálni, ami eddig nem volt jelen a kínálatban. Ez a párlat egy sajátos ízvilágot hoz. Én azt hiszem, hogy akik megkóstolják, meg fogják kedvelni, és örömük fog telni ennek a párlatnak a fogyasztásában. Nyilván a sörök már megerősítést jelentettek, hiszen kellően népszerűek, tehát ez most egy plusz adalék, és ha körbenézünk itt ebben az üzletben, azt látjuk, hogy jószerivel minden együtt van, ami örömet és boldogságot okozhat, hiszen megvannak a könyvek, az édességek, az üdítők, és most azért a felnőttek is módjával fogyaszthatják ezeket a termékeket. Nem valós dolog, hogy itt lehet inni, tehát itt kimért italt nem lehet fogyasztani, de viszont tud vásárolni, elvinni, és otthon a maga körülményei között tudja fogyasztani ezeket az italokat, söröket. De így is azt gondolom, hogy nagy öröm ez a üzlet, ez a helység, ahol valóban könyveket nézegetve, beszélgetve, finom süteményeket, vagy éppen kávét iszogatva tudnak időt eltölteni, megmelegedni a hidegbe, tudnak kellemes beszélgetéseket folytatni. Egy olyan helyjel gazdagodott ebben az esetben Székesfehérvár belvárosa, amely egy üde színfolt a városban. Vértes Tibor, az Agárdi Pálinka főzde ügyvezetője köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy az új termékben minden olyan jegy megtalálható, ami a prépos sört jellemzi, és hozzátette, bár Magyarországon nem igazán ismert a sörpárlat, de a tradicionális sörkészítő országokban nagy hagyománya van. Nagyon örülök, hogy az egyházmegye bennünket talált meg, és közösen ezt kooperációval meg tudtuk oldani. Egy nagyon szép sör, ami hát remélem ebbe az új köntösbe szépen fog bemutatkozni, és egy kedvelt termék lesz a fogyasztók körébe. Nagyon fontos számunkra, hogy Fehérváron, illetve itt Fehér megyébe minél több termékkel jelen legyünk, és külön megtiszteltetés, hogy Fejér megyének, illetve az Egyház megyének tudtunk ilyen terméket erről. Tud ez a sörpárlat? A sörpárlat hozta azt, amit az alapanyag hozott. Egy nagyon szép barna sör volt, amit kaptunk. Ezt mentettük mi át abba az öltözetbe, ebbe a párlatba. Illatában ott vannak a karamell jellemző jegyek, egy kicsit ilyen csokoládés jegyek vannak benne, tehát olyan, mint maga a barna sör volt. Mikor a garaton van, akkor kicsit rakoncátlankodik, tehát van egy kis játék benne, ami a komlóból adódó kesernyéség, illetve a malátából adó édességet hordozza magában.
Móroc Kata a kézműves sörök gyártójának szakmai vezetője hangsúlyozta, fontos, hogy a termékpaletta változásával a minőség továbbra is megmarad. Nagyon szeretném megköszönni, hogy az Egyházmegye minket választott. Nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy mi készíthettük el a Belatini Sörmanufaktúra ezt a három remek díjnyertes sört. Remélem nagy sikere lesz továbbiakban is a vásárló körében. A sör egy remek ital, sokan szeretik. Remélem, hogy nem csak idén jelleggel, hanem télen is fogyasztják, így itt a karácsonyi vásárban is majd megkóstolják. És örülök, hogy lett egy társa ez a sörpárlat, és így kiegészült a paletta. A prépost párlat újdonságát és exkluzivitását az is jelzi, hogy összesen 243 üveg készült belőle. Emelte ki köszöntőjében Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója, aki azt is elmondta, hogy az idei évben a teljes termékpaletta az Egyházmegye területén készült. A szentekről elnevezett sörök Magyarországon a II. Világháború előtt igen népszerű termékek voltak, és ezeknek a termékeknek az újraélesztése volt tulajdonképpen az egyik gondolata megyés püspök úrnak, hogy Székesfehérváron, az egyházmegye területén, de különösen a székvárosban a szentekről elnevezett söröket készítse el. És valóban ez egy 2015 óta tartó történet, nagyon szeretik itt Fehérváron, sokat keresik is nálunk ezeket a söröket, és az a gondolat merült föl, hogyan lehetne ezt tovább fejleszteni, ezt a termékpalettát, és ekkor merült föl az, hogy készüljön egy sörpárlat. Az első sörpárlat, ami elkészült, az a zászlóshajóból, a prépost porter sörből készült, ami a 2017-es barcelonai sörversenyen abszolút második helyezést érte el a kategóriájába, tehát egy igen kiváló, nemzetközi mércével is kiváló alapanyagról van szó, amelyből az Agárdi Pálinka főzde készített egy sörpállatot, és egyébként Magyarországon a sörpállat fogalmát, egyáltalán a sörpállat gyártást a szintén a Székesfehérvári Egyházmegye területén, vagy a Vármegye területén működő Agárdi Pálinka főzde kezdte el, úgyhogy itt most egymásra talált két minőségi szolgáltató, és ebből készült egy minőségi ital, amivel jó egészséget kívánunk minden székesfehérvárnak, és áldott karácsonyt. A város képviseletében Róth Péter alpolgármester örömének adott hangot, hogy városunk agglomerációs övezetében egyre több kis és középvállalkozás foglalkozik azzal, hogy kézműves termékeket állítson elő. Új év, új kihívások az agrárgazdaságban és némi visszatekintés. Most nézzünk meg együtt egy beszélgetést Kis Norbert Ivóval, a Gazdakörök Országos Szövetségének Fejér megyei elnökével. Nagy tisztelettel köszöntöm Kis Norbert Ivót, a Fejér megyei Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének vezetőjét, elnökét. Én azt hiszem, hogy az a térség, amit itt megnézhetünk, Sárbogárd és környéke, egy egészen kivételes lehetőséggel bíró földterületekkel rendelkeznek itt a gazdák, de inkább most beszéljünk a Magosz vármegyei történéseiről, hiszen az elmúlt időszak azért nagyon-nagyon fontos. Kezdjük talán azzal, hogy a rendkívüli asszály az elmúlt években azért meghatározó volt. Mennyit éreztek meg a gazdák, hiszen újra fel kellett építeni a magukat? A gazdák igazából, tehát kategorizálni kell a gazdálkodókat is. Vannak nagy gazdák és vannak kisebb gazdák. Ugye a kisebb gazdák tároló, szárító hiányában, betakarítógép hiányában ki vannak szolgáltatva a nagyobb gazdálkodóknak, vagy a gépi szolgáltatóknak. Ugye nekik azokat a pénzeket is ki kell termelni, hogy ezeket a szolgáltatásokat nyereséggel ki tudják fizetni. Még ugye a nagyobb gazdálkodóknak a piaci fölényüket, erejüket, mivel nagy tételbe állítanak elő terményt, ugye ők az értékesítésbe is nagyobb vonument képviselnek, és azt mondják, hogy most akkor 1000 forintra drágábban tudják eladni, mint a kicsi. Ha ezt így ketté választjuk a kettőt, akkor azt lehet látni, hogy a kisebb gazdaságok a megélhetésükért küszködnek, azt mondom, ez a 50 hektár, 20-30-50 hektáros gazdák, míg a nagyobbak azért a nullára sikerült a tavaly évben is kihozni a termelésüket.
Nyilván az idei évben nagyon sok minden megváltozott, elsősorban az, hogy nagyon fontos döntések születtek a támogatási rendszerben. Ezt hogy érték meg a gazdák? Hát a gazdálkodók jelen pillanatban még tanulják ezeket az új támogatási rendszereket. Ezben partner volt igazából az államkincstár is, a minisztérium is, ugyanis még a tájékoztatási időszakban azt mondták, arról volt szó, hogy aki például AÖP-öt bevállal és nem teljesít, ugye teljes támogatást elbukja, most viszont ugye az új rendszerben nem kell 100%-ba, tehát kategorizálva lett az, hogy mindenki azért kapjon egy kis támogatást. A támogatás nagyon fontos, de miként használják fel a gazdák, ez nem különben. Kezdjük talán a búzával, hiszen a legfontosabb kenyérgabonánk az mindig meghatározó ebben a térségben is. A gazdálkodók jelen pillanatban a támogatást azt a túlélésükre használják. Ugye a tavalyi magas gabonárakkal mindenki azt mondta, hogy igazából még több lesz. Na most ugye volt egy kicsit, azt mondom így, hogy kicsit telhetetlenség, hogy nem értékesítettük azt a gabonát. Ezzel szemben ugye december-decemberben már elkezdett zuhanni az ára, ahol már nem kellett, mert megindult az ukrán import, tehát Ukrajnából az export, hogy az most hova ment Magyarországra, milyen irányba, azt nehéz így boncolgatni. Azt érezzük, hogy a mi piacainkat azt leterítette, tehát oda nem tudunk értékesíteni. Az idei évben a termések elég alacsony színba, tehát a buzánál alacsony fehér számot produkáltak, amivel szintén a piacainkon lévő vevők azt mondták, hogy ennél olcsóbban meg tudják venni az ukrán piacra a gabonát. Tehát most volt egy ilyen pangás, de igazából, ha hinni lehet az újsághíreknek, és most két napja olvastam egy ilyen cikket, hogy jelen pillanatban a keresleti piac kezd kialakulni a világon a buzából, és ezáltal most valamelyest emelkedett a gabonának az ára. Hogy ez most milyen idővalomon belül lesz hatással a magyar gabonárakra, ez még kérdéses lesz. Viszont nagyon fontos, hogy milyen minőség termet, hiszen korán sem mindegy, hogy a malmi búza idén milyen arányt képvisel a termésben. Az a baj, hogy az idén, meg mivel az előző éveknek a tanulsága az volt, hogy nincs nagy árkülönbség a minőségi buza és a takarmánybuza között, viszont mennyiségben sokkal nagyobb a különbség, tehát 2-3-4 tonna különbség is lehet a malmi és a takarmánybuza között, így mindenki ráállt a takarmánybuza termelésre, ami 11-es fehérjét produkál. Na most ez a 11-es fehérjét jelen pillanatban nem tudjuk el, tehát nem kell. A 14-es fehérjétől vennének, tehát osztrák piacra is lehetne vinni 117 ezer forintért 14-es fehérjétől, 14-es fehérje és annál magasabb fehérjetartalmú buzát. Tehát 80%-ban az idei évben takarmánybuzát sikerült előállítanunk, így valószínű, hogy ez is nyomja a piacot. Ha már az ukrán gabonaexportnál tartunk, akkor mi a véleményed arról, amit gyakorlatilag minden mezőgazdasági szervezet, az a petíció, amit von der Leyen asszonynak küldtek, amelyben tiltakoznak, illetve hát ehhez nyilván kapcsolódott az előbbiekben Szlovákia, Szerbia, tehát a szomszédos országok is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ugyanis az egy dolog, hogy Ukrajnában olcsóbb a gabona. De mivel az Európai Unión belül a logisztika is nagyon drága, tehát nem érdemes tovább vinni, csak a környező országokba került be. Ugye ez volt az egyik ok, hogy úgymond leterítették a régi kelet-európai országokat. A másik, hogy Ukrajnában olyan vegyszereket, meg termésnövelő dolgokat lehet használni, ami az Európai Unióban betiltott. És van olyan, amelyiket már 40 éve betiltották, és ők még használják. Ha ilyen versenyhátrányba kényszerítik az uniós gazdálkodókat, itt mindenki be fogja fejezni a gazdálkodást. Ha csak nem tudunk tényleg olyan terményt előállítani, amivel egyediek leszünk és minőségiek a piacon. De ez még egyelőre remény, hiszen döntés sem született még, viszont folyamatosan továbbra is ömlik be az ukrán gabona és az egyéb növényi. Viszont akkor beszéljünk egy kicsit a kukoricáról, hiszen az is nagyon-nagyon fontos nekünk. Itt még egy kicsit visszatérve erre, hogy ömlik befele, ugye le van korlátozva, szerintem 20 vagy 21 pár terményre, hogy nem lehet behozni Magyarországra. Na most azért a kereskedőink sem
most jöttek a falvédőről, és kitalálták, például működik ilyen, hogy jön import kukorica, de hozzákevernek valami más magot 10%-ban, és akkor már keverik takarmánynak minősül, és arra nem vonatkozik a tilalom. Amit simán ki tudnak itt belerostálni. Tehát azért vannak érdekes dolgok itt a kereskedelemben és mindenben, amit igazából tudatosítani kellene az emberekbe és a vásárlókba, hogy olyan terméket vegyenek meg, ami uniós piacon, vagy magyar feldolgozók által előállított, mert ebben garantáltan nincs vegyszer maradvány, mert nálunk a Nébik az ellenőrzi. Kukoricára visszatérve, a környékünkön a kukoricatermések azt mondom, hogy nagyon jók lettek, ilyen 10 és 15 tonna közötti hektár mennyiségben, habár azért a saját részemen látszik egy kicsit szerintem az, hogy a talajainkat kezdtük egy kicsit elhanyagolni, vagy a nagyüzemi növénytermesztésnek a hatása, mert hiába volt rengeteg csapadék, hiába teremtek, azt mondom, aránylag jól, tehát az előző évekhez jól a termések, mégsem produkálták a csapadék hatására azt, amit elvártunk volna, tehát 18-19 tonnát, mert a kukoricák genetikailag már tudják a 20-30 tonnákat. Ebbe a szempontból is visszakanyarodva egy kicsit a támogatásokhoz, nagyon jó dolognak tartom azt, hogy amit ugye a NAK-nál is a központban mondanak, meg a minisztériumnál is elhangzott, hogy most a 7 éves ciklusban a talajok helyreállítását próbáljuk meg megcélozni, és arra jár a támogatás. Ugyanis lehet azt tapasztalni, hogy hiába forgatás nélkül talajművelést csinálunk, hiába forgatjuk vissza a szármaradványt, kevés ahhoz, hogy a talajok humusz tartalmát fenntartsuk, és ez folyamatosan csökken. Viszont ezeket növelni kellene abból a szempontból is, hogy a vízmegőrzés szempontjából. Tehát ugye azt mondják, hogy a legnagyobb víztárolónk maga a talaj. De a talaj az csak akkor tud vizet tárolni, annak van húsz tartalma, mert különben elfolyik benne lefele a mélyebb rétegekbe. Fontos kérdés a napraforgó. Napraforgóink is azt mondom, hogy aránylag jól teremtek. A megyében azt hiszem 3,2 tonnás lett az átlag. Ugye itt van magas olajsavas, alacsony olajsavas, akik úgy gondolták, hogy a 120-130 ezer forintos piaci ár jó, ők tudták értékesíteni, vagy netalántán volt magasabb áron lekötésük, ők tudták értékesíteni, akik még várnak a jobb árra, nekik még benn vannak a raktárokban a napraforgóik. Országos tapasztalat, hogy a repce is egyre népszerűbb a növénytermesztők körében. Ez minek köszönhető? Hát a repce az annak köszönhető, hogy jobban értékesíthető, mint a kukorica vagy a buza. Ugyanis a kukorica és a buza piac az egy kicsit úgy kezdett telítődni, meg a sokkal könnyebben előállítható, mint a repce. De itt az unió szigorú szabályozásának köszönhetően lassan a repcének is a termesztése lutra lesz, mert repcét nagyon sok kártevő meg tudja támadni, és a vegyszereket meg sajnos kivonják. Mielőtt a kártevőkről beszélünk, azért az őszi árpa még, ami kivételesen fontos itt a megyében is, meg általában Magyarországon. Őszi árpából is azt mondom, hogy jók voltak a termések. Igaz, ott ugye a kereskedők a hektoliter súlyba kapaszkodnak mindig, és sajnos azok gyengék lettek. De ez köszönhető annak, hogy a tavalyi évben ugye rettentő magasak voltak az input anyagárak, egy műtrágyát nem vásároltak, őszi műtrágyát nem vásároltak a gazdák, és így ez befolyásolta a hektoliter súlyt. Ha már az input anyagoknál tartunk, azt hiszem, hogy ez az áremelkedés, ez gyakorlatilag teljes Európában, de különösen Magyarországon is érintette a gazdákat. Mit lehet tenni? Hát most van egy visszarendeződés az input anyag piacon, tehát az látszik, hogy például a nitrogén tartalmú műtrágyák azok most már a tavalyi ilyenkor járnak a feléért kaphatók, sőt még a feléért se, hanem egy harmada inkább áron meg lehet vásárolni, de ugyanezt tapasztalható a növényvédőszereknél, a hatásnövelőszereknél, vagy akár a vetőmagoknál is, ott is egy ilyen 20-30%-os csökkenés várható. Az uniós támogatások rendszeréről kell, hogy beszéljünk, hiszen az állam most segít abban, hogy
tulajdonképpen az Európai Unió által biztosított támogatásokat megduplázza. Ez miként érinti a gazdákat? Azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben üdvözlendő, viszont erre fel kell készülni. Igen, erre fel kell készülni, pont mivel a tavalyi évben nem volt termés magas áron, és ugye nem értékesítettek, de viszont hozzájött egy magas input ár, tehát a gazdálkodók betették a pénzüket input anyagba, és próbáltak jobb termést elérni. Viszont az idei évben még évelején ugye az input anyagárak magasak voltak, egy jóval alacsonyabb értékesítési szinten, tehát nem volt nyereség, és most igazából mindenki a kivárásra jár, vagy játszik, hogy túléljük ezt az időszakot, és nem a beruházásokkal foglalkozik, mert mindenkinek úgymond az alap termeléshez szükséges gépeszköze megvan, és ezért nem költenek úgymond ezekre a részekre plusz pénzt jelen pillanatban, javítanak, és mindenki csinálja tovább a dolgát. A vetések már alszanak, mi újság az állattenyésztésben, hiszen azt gondolom, hogy ez nagyon is összefügg a növénytermesztéssel. Hát az állattenyésztésben én azt látom, hallom, tapasztalom most itt a megyében, hogy a sertéspiacon egy ilyen stagnálás van tehát létszámban, habár az árak most, ahogy hallottam, ingadoznak, tehát egy 50 forintos ingadozást mutatnak plusz-mínusz irányba. Igazából az eladható, mert ugye Nyugat-Európában a sertéstartókat ugye szorongatják, Hollandiában, sőt nem csak a sertés, hanem mindenféle állattartót. Ugye Hollandiában azt hiszem most hallottam, hogy talán 3000 gazdaságra adták ki azt, hogy megvásárolják és felszámolják, tehát nekik onnan el kell jönni. Magyarországon attól kell tartani, és már elhangzottak ilyen vélemények, hogy amit ott a holland gazdálkodók kapnak egy ilyen telep felszámolásáért, abból itt ilyen 2-3 ezer hektáros gazdaságokat tudnak megvásárolni, és ide fognak jönni Magyarországra. Tehát ezzel kiszorítva a magyar gazdálkodókat erről a piacról. Ez elég nagy probléma, ugyanakkor probléma a bizonyos értelemben a tej is, tehát a szarvasmarhágazat, húzóágazat ilyen értelemben is. Mi újság a tejjel? A tejára azt mondom, hogy most a piaci viszonyokhoz képest egész tűrhető, tehát ilyen 120 forint körül hallottam utoljára. Lehet, hogy már nincs. Tehát itt is folyamatos a mozgás, ugye attól függően, hogy az input anyag mennyibe kerül. Meg feldolgozói szinten még mindig el lehet adni a Magyarországon megtermelt tejnek azt a mennyiséget. Egy dologról mindenképpen kell, hogy szó essék a méz. Most már megszülettek azok az elképzelések, illetve hát a törvény is szabályozza, hogy az import méz feliratozását mindenképpen meg kell oldani, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az amerikai, kínai méz, illetve hát az ukrán mézre ugyanez vonatkozik, egyáltalán nem az, aminek árulják. Igen, mivel ugye mézet elő lehet állítani úgyis, hogy a méheket cukrozzák, és ugye abból is méz, de ez csak nem azzal a beltartalommal, amikor ugye virágból gyűjtik össze. Plusz ugye még ehhez hozzátevődik az is, hogy a növényvédőszerek, amiket használnak, ugye ez a virágporba, tehát ott marad, azt is begyűjtik a méhek. Még Magyarországon ugye ezeket a vegyszereket betiltották, nincsen, így ennek nincs meg az az esély, hogy az itten Magyarországon megtermelt mézbe ilyen növényvédőszer maradványok maradjanak. Ezáltal sokkal egészségesebb és sokkal jobban fogyasztható. És az még méz, míg ugye a többi az már egy része, az csak utánzat. Ha összefoglaljuk, milyen jövőképe van 2024-re a magyar agrárgazdaságnak, illetve itt Délfehérben termelőknek? Én nagyon remélem, hogy mindenki pozitívan áll a dolgokhoz. Most, amit elhangzott, egy kicsit ilyen negatív volt, de ebből lehet építkezni, és ebből a negatív dologból lehet azt mondani, hogy jövő évben, hogy pozitív dolog lesz. Volt most igazából itt a térségünkben 90-110 mm-t meghaladó csapadék. Két évvel, tehát ilyen már nagyon régen volt, hogy a talajaink ilyen töltöttségi állapotban legyenek. Jövőre valamennyi csapadékunk csak lesz, tehát termésünk nagy valószínűséggel várható, legalábbis kalászosokból, ugye a kukorica napraforgó, meg a tavaszi vetésért még kint alszanak sokat, nekik még kell a csapadék. Én azt mondom, hogy optimistának kell lenni, és csinálni kell. Amelyik gazdálkodó nem optimista, az nem biztos, hogy gazdálkodónak való. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.